Idén 100 éve, hogy kirobbant az első világháború. A Jobbik EGRI elnöke Bognár Ignác azt mondja, ez volt a kiinduló pont, ezért is emlékeznek az első nagy világégésben meghalt katonákra. A hősök temetőjében sok olyan katona nyugszik, aki az osztrák-magyar monarchia különféle területeiről került ide, így a hozzátartozók már csak azért sem tudnak megemlékezni róluk, mert messze vannak. Tiszteletünket adjuk azoknak, akik legdrágább életüket áldozták annak idején. A háború jó vagy rossz oldalán, az mindig utókor dönt el, hogy ki lett a győztes. Igazából ők szolgálták a parancsot, és sajnos ugye nagy részük fiatalon odaveszett. Így mi úgy gondoltuk, hogy ezt a gesztust, ezt a főhajtást ezzel a gyertyagyújtással idén feltétlenül megtesszük. A 100. évforduló alkalma adta az inspiráló ötletet erre. Megemlékezésül mécseseket gyújtott a Jobbik, a párt ifjúsági tagozata és a 64 vármegye. Azt mondják, a hősök temetőjében nyugvó katonák ismeretlenül is megérdemlik, hogy megemlékezzenek róluk.